Sziasztok emberek, én Pink Horizon vagyok, és ebben a videóban le fogjuk tesztelni az agyunkat, hogy különböző kérdésekre milyen választ tudunk adni. Szokásos promó, hogyha még nem tettétek volna meg, akkor kövessetek be Instagramon, PinkHorizon23 néven vagyok fent, illetve Fortnite-ba, ha esetleg nem használod még senkinek a kódját, akkor használd az én Support the Creator kódomat, ami nem más, mint a PinkHorizon, ezzel engem támogatva. Na, de kezdjük is a videót. Na, who would you say first? Isten. Your dog, someone kids, $5000. Hát én az $5000-t azt instant kizárnám. Hát szerintem, én azt mondom, hogy valakinek a gyerekét, mivel a kutya, az tud úszni. A gyerek meg nem biztos. Tehát, hogy a kutya az, amint látszik, az kalimpál a lábaival. Szóval én szerintem a gyereket menteni meg, mert ő látszik, hogy fulladozik, a kutya azt tud úszni. Ja, gyereket. Helyes válaszom volt vajon? Igen. Igen, tökéletes választ adtam, annyira jó. De jó vagyok. Na jó, van már. Jó, nem fogok választani, jó? Nem fogok választani. Ez egy olyan kérdés, amiközben nem lehet választani, ez egyértelmű. Legalábbis az én esetemben. Egyiket se. Át is tekerem. Na, ki a gyerekrabló? Na hát ezt mi alapján tudjuk megnézni? Hát végül is ő kabátban van, de a gyerek is kabátban van, tehát ez nem jelenteti azt, hogy a csávó az rosszba sántikálna. Ja, akkor megy a izé. Számláló. Én őt mondanám. Mert figyeljetek, ezt most látom. Ezek nekem úgy tűnik, mintha jönne a gyerekével. Ez lehet, hogy csak egy hülye elmélet a fejembe, de ő is szembe áll, ő viszont úgy tűnik, hogy megy valamerre. Erre merek tippelni az ára. Az áll a gyerekrabló. Emberek kettőből kettő. Mi? The man is grabbing the boy hand, tehát elkapja a gyerek kezét. In the BNC the kids. Kajak. Az állna csávó fogja a gyerek kezét, ott meg a gyerekek fogják az apja kezét. Mi? Mindegy, az áll a megoldás. A lényeg az jó. Eltaláltam az át. Az a más kérdés, hogy szarindokkal. Who is the kidnapper? Úristen. Szerintem a C. Mert az A és a B-n nem fogják a gyerek kezét. A C-n viszont fogja a gyerek kezét. Hogy ne szökjön el, gondolom el, vagy valami. C. Bám! 3-ból 3. Igen, nem kell fognod a gyerek kezét a liftbe. Emberek, itt... Sherlock. Sherlock vagyok konkrétan, basszus. Ez is ki a gyerekrabló? Úha, na várjál. Az A. Mert beültette maga mellé, és nem hátulra ültette. Az A lesz az. Vagy végig szem előtt legyen, maga mellé ültette a gyereket. Na, kiderül még ma? Itt nem derült ki. Szerintem az A. Itt úgy néz ki, nem derült ki. Ez egy kérdőjel. Be vagyok... Melyik ajtót választam, hogyha be vagyok zárva egy szobába? Igen, 300 embert megölt. 1890-ben. Úristen, itt hát nagyon meleg van. Liquid nitrogén, ami meg... Szerintem én a gyilkos választanám, mert ha belegondoltok, ide bemész, meghaltál. Ide bemész, meghaltál, itt viszont nem biztos, tehát ott el tudsz vele beszélgetni, hathatsz az elméjére. És, ja, szerintem én a jobb oldaliba mennék be. Jaj, tényleg, ajj. Ugye, hogyha a gyilkos megölt embereket 1890-ben, akkor ennyi idő alatt már neki is meg kellett halnia. Ami logikus, de én erre nem gondoltam. De jó, jót választottam. És a gondolkodásom is helyén volt. Kinek segítenék először? Ez a kinek segítenék először?
Ott egy mozgássérült, ott egy vak, ott egy nővér, meg egy gyerek. Szerintem az a mozgás nem mozgássérült, hanem hát végül is az el van törve a lába. Viszont a gyerek az lehet, hogy az ő gyereke. Tehát neki nagyon nem kell segíteni. Szerintem a vak hölgynek segíteni kell először. Már nem, a izének, a hármasnak. Mert hogyha most éppen elesik, akkor fel kell segíteni. A többi az meg ráér. De ő a sűrűsebb. Hármas. Hát az egyes kellett volna választani, nem értem amúgy a szöveget annyira. Ja, ez ilyen tanító jellegű szöveg. Ja nem. Ez elmagyarázza, hogy kinek segítenél. Amint a segít, ha... Tehát kiválasztottál valakit is, ha őt választod, akkor milyen személyiséged van. Oké, okay, én a hármasra vagyok kíváncsi. You are the life and soul of the party and the lover of good times. Aha. Most nem fogom lefordítani. Hát jó. Hát jó. Na, itt egy öreg király, nincsen gyerekei. De választani kell egyet. Mindenkinek adott egy izét. Aha, hogy aki a legnagyobb fát, vagy növényt növeszti ki, az. Aha. Majdnem mindegyik ugyanakkora. De neki nincsen. Neki nem nőtt virágja. Miért őt választotta? Nem tudom, talán mert esküfingom nincsen. Azért, mert lehet, hogy őt kiválasztotta, és egy olyan magot adott neki, ami... Nem tudom, eskü, nem tudom. És lehet, hogy olyan magot adott neki, ami tudta, hogy nem fog kinőni, és... Fingom nincsen, amúgy őszinte vagyok. Igen, kamu ízét adott neki, kamu magot, eddig jó volt a gondolkodásmenetem. Ő volt az egye... Aha! Ő volt az egyetlen, aki nem cserélt magokat a másikkal. Ja, meg kicse... Nem, hülye vagyok, az összes többi... Várjál! Mindenkinek kamu magokat adott. Viszont ahol mint láttuk, mindegyik gyerek kicserélte a magokat, hogy nagyobb virágot kapjanak. Ő volt az egyetlen becsületes, aki nem cserélte ki a magokat. És ez őt választotta. Erre mondjuk nem jöttem volna rá magamtól. Hát nincs gyerekem, tehát anyukám. Akkor belegondolsz, gyereket csinálhatsz másikat is. Na jó, ez nagyon morbid volt, bocsánat, bocsánat. Ha a gyerekedet választod, akkor más emberekre is gondolsz. És nem csak a saját érzéseidre. Ne, ez egy nehéz kérdés. Inkább süket, vagy néma lennék. Hát egyik se, hogy őszinte legyek, de... Ha választanom kéne... Akkor inkább néma. Mert hallanám, amit mondanak. Viszont meg tudnék mutogatni. Hát, amúgy nem tudom, de inkább a némaságot választanám. Be the only one in the world, person in the world, get bullied every day. Hogy választanom kell akazni, hogy én legyek az egyetlen ember a Földön, vagy hogy minden nap bántalmaznának. Megtanulnék együtt élni a bántalmazással. Tudom, hogy sajnos vannak ilyen emberek, akiknek együtt kell ezzel élniük. Ja, félsz a fájdalomtól, de hát együtt kell élni. Megtanulnék vele együtt élni. Soha nem futsz el a problémák elő, hogyha ezt választottad. Can you make... Wood? Na. Tehát soha nem eszek pizzát, vagy hagyom, hogy két kis kutya meghaljon. Amúgy sem eszek annyi pizzát, kibírnám nélküle, akkor inkább a két kutya. Na jó van emberek, ez a videó ez ennyi volt, de én tökre élveztem, hogyha szeretnétek még erről a csatornáról videókat, hogy nézzünk,
akkor azt jelzetek egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára, illetve lerakom a leírásba ezt a linket, csináljátok meg ti is ezt a tesztet, bár így, hogy tudjátok a válaszokat, így nem lesz olyan nehéz nektek, de lerakom a leírásba, és csináljátok meg, és írjátok le kommentbe, hogy nektek hogyan sikerült ez a teszt. Na jó, emberek, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, következő videóban találkozunk, én Pinkorizon voltam, sziasztok!